Kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Szentesi Árpád Agrár ZRT Szent Lászlói telepéről, ahol a Bendegúz 2004 Kft. Kacsakeltetéssel foglalkozik. Köszöntöm Szabó János ügyvezető urat. Kérem, mutassa be a cégüket, hogy mikor alakultak és mivel foglalkoznak. Köszöntöm én is a televízió nézőit. Cégünk 2004-ben alakult, az Árpád Agrár RT eszközeit bérelve. Akkor a tevékenységünk a névből adódóan elsősorban libakeltetésből tevődött, de aztán ez teljes mértékben az elmúlt 10 évben áttolódott jó részt a kacsakeltetésre. 2004-ben még saját törzsállománnyal, kacsatörzsel nem rendelkeztünk, akkor teljes mértékben bérkeltetést végeztünk szolgáltatásként. Az első évben mintegy 400 ezer darab libát keltettünk. A 10 év elteltével a tavalyi évben elmondhatom, hogy 4 millió körüli kacsatojás keltetését végeztük a 3-400 ezer darab liba keltetése mellett. A tevékenységünket tovább lépve kiterjesztettük kacsatörzs tartásba. Jelen pillanatban készülünk egy 20 ezer körüli kacsatörzsnek az egy éven belüli beállítására. A szolgáltatásunk az a szabad kapacitás, a meglévő szabad kapacitásnak a kiegészítésére szolgál, és vállalunk olyan keltetéseket, olyan törzstartóktól, akik nem rendelkeznek keltetővel, de a törzsállományoknak a tojását szeretnék velünk kikeltetni. A keltetés jó része, illetve a szolgáltatásunk jó része a Hungerit érdekeltségébe tartozó telepekre és azoknak az integrációjába kerül el kihelyezésre. Ha jól tudom, az egykori Árpád TS itt valamikor baromtenyésztést folytatott. Ez a telep az önöké vagy bérli tőlük? Ezt a telepet béreljük, január 1-től lett módunkba beköltözni a telepre. Egyébként valamikor 20-25 évvel ezelőtt azon a telepen törzstartás folyt, nevezetesen egyébként kulykatörzs. A kulykatörzs aztán megszűnt, ott kulyka végterméknevelés volt, most az elmúlt 6-8 évben végtermék kacsát neveltek, és most ismét átalakítjuk törzs tartásra alkalmas technológiával, és gyakorlatilag megvalósítjuk azt a felállást, amit ezelőtt 30 évvel elődeink megálmodtak, csak most nem kulykával, hanem kacsatörzssel. Szabó úr, kérem, vezessen be minket a kacsakeltetés rejtelmeibe. Mire kell vigyázni, mit kell tudni róla? A kacsatojásoknak a kelés ideje az 28 nap. A 28 nap alatt kell nekünk olyan körülményeket biztosítani, amely a kotló egyedek is biztosítanak a tojásnak. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy 38,7 fokos hőmérsékletet kell vele közölni, és megfelelő páratartalom alatt, illetve a kotlósnak a tojásforgatását imitálva bizonyos szögbe fordítani a tojásokat. A 28 nap múlva, hogyha szerencsénk van, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az optimális körülményeket, akkor ebből kacsának kell lenni. Természetesen nem minden tojásból lesz napos kacsa, hiszen vannak terméketlen tojások, de az esetek nagy százalékában a berakott tojások 80%-ából napos kacsát tudunk nyerni, és ezt a termelők rendelkezésére bocsájtani. Bemutatná a nézőknek a technikai berendezéseket? Látunk itt ventilátort. Mi egy szekrényes keltetővel dolgozunk. A szekrényes keltetőbe a fűtést az elektromos szálak biztosítják. Az elektromos szálak közelében van elhelyezve a ventilátor, annak érdekében, hogy a szekrényen belül minden egyes pontban ugyanolyan hőmérsékleti körülményt lehessen biztosítani. Azon kívül a ventilátor alatt egy ilyen töblamellás tárcsa forog a vízben,
azért, hogy ez a ventilátor arra felhordott vizet elpárologtassa, és így biztosítsunk megfelelő páratartalmat a tojásokra, annak érdekében, hogy ők ne száradjanak ki. Milyen időközönként forgatják meg a tojásukat? A gép ezt automatikusan 2 óránként, mint ahogy látszik, 45 fokban elfordítja a tojást, illetve ez a 45 fok gyakorlatilag 90, hiszen a másik oldalra fordítja, és ez 2 óránként megteszi. Ez annak érdekében van, illetve azt próbáljuk imitálni, amit a kotlós is tesz, hogy egy nap egyszer a szükségleteinek megfelelően leszáll a fészekről. Ez víziszárnyas esetében a sok esetben fürdést is jelent. Én mindig a gyakorlatot is szoktam tartani, és a tanulóknak elmondom, hogy azt, amit a National Geographic-on látnak, hogy a sarki lúd leszáll a fészkéről, elmegy, megfürdik, a tollával vizet vesz fel, azt visszaviszi a fészekre, és ez a víz ez részben hűti a tojást, illetve addig, ameddig ő távol volt a tojásától, addig is hűl a tojás, ez a víziszárnyasoknál fontos, és ezt naponta meg is tesszük egy bizonyos időn után, és amikor visszamegy a fészekre, akkor nem csak, hogy ezt a hideg vizet ráviszi a tojásra, és pótolja azt a páratartalmat, amit esetleg elveszített a tojás, hanem még maga alá igazítja a tojást, ezzel egy ilyen forgó mozgást idéz elő a fészekben. Gyakorlatilag erről van szó, hogy ezt a forgó mozgást egy ilyen 45 és másik 45 fokban elfordítással próbáljuk imitálni. Mi történik a tojásokkal 28 nap alatt? A 28 nap alatt a tojásokkal egyéb munkafolyamatokat is végzünk. Akkor, amikor a keltetőbe bekerül a tojás, és 38 fok környékén elindul az embrió fejlődés, azt már gyakorlatilag az első 3-4 napban lehet látni, hogy ez termékeny vagy nem termékeny tojásról van szó, de a biztonság érdekében ez 10-12 naposan egy lámpázáson esik át, ami egy sötét kamrában a lámpa fényénél elbíráljuk, hogy melyik termékenyként elindult a fejlődés, illetve hát azt, amelyikben embriófejlődés nem észlelünk, azt kivesszük a tálcáról. Nyilvánvalóan ez a helyet már a továbbiakban nem foglalja, majd a következő ilyen munkafolyamat, hogy a 28 napból 25 napot egy úgynevezett előkeltetőben tölti a tojást, majd ezt követően egy átrakást megvalósítva a bújtatóban kelnek ki a napos kacsák, illetve hát a 28. nap 24 órájának letelte után ezeket a kacsákat leszedjük, szállított dobozba rakjuk, és a keltetőben egy 5-6 órás pihentetést követően kiszállítjuk a megadott termelőhöz. Használta ezt a szót, hogy bújtatás. Mondjuk el a nézőknek, mire kell gondolni? A bújtatás az, mint mondottam, az utolsó 3 napnak egy másik gépben töltött ideje. Ezt akkor végezzük, amikor a tojásoknak a 10%-a pattogzik. A pattogzás, amikor a csőrével belőlről megüti a tojást. Ez azért fontos, hogy a bújtatóban egy magasabb páratartalmat tudunk biztosítani a tojásnak. A magasabb páratartalom viszont ahhoz kell, hogy ez a mészhéj egy kicsit puhább legyen, illetve a tojásnak a héjhártyája megpuhuljon, és segítsük a kacsának a kijutását a napvilágra. Úgy látom, hogy a napos kislibák rendkívül elevenek. Gondolom, gyorsan le kell őket szedni a keltetőről. Hogy lehet ezt megoldani? Igen, a maga leszedés az egy viszonylag rövid folyamatnak kell, hogy legyen, azt nyilvánvalóan többen végezzük egy időben. A cél az, hogy ezek a kislibák, amik egyébként rendelkeznek tartalék szikkel a tojásból hozva, de hogy ez a tartalék szikanyag, ez gyakorlatilag felemésztésre kerül rövid időn belül, ezért egy 10-12 órán ezeknek
ezeknek az állatoknak az orba kell, hogy kerüljenek, és takarmányhoz és vízhez kell, hogy jussanak annak érdekében, hogy életben maradjanak. A leszedést követően itt ezekben a ládákban egy 5-6 óráig pihentetjük őket, majd azt követően a keltető rendelkezik természetesen napos állatszállítóval, és a megfelelő hőmérsékleten gyakorlatilag az ország bármelyik pontjába el tudjuk jutatni a megadott 12 órán belül. Ők például a Hajdúságba fognak menni egy fél órán belül. Most egy végtermékállománynak a napos kacsáját látjuk, amit a kollégák szednek. Ott nem történik ivari szétválogatás, de a törzsállományok, amelyek Németországból jönnek és a nevelésünk alatt vannak, azok ivar szerint elkülönítve érkeznek, illetve kerülnek felnevelésre. A 25 hét alatt, ameddig ők az ivar érettségük el nem érik, addig a nevelés az ivar szerint eltérően történik. Milyen fajta kacsákat és libákat keltetnek? A kacsáknak a 90%-a a seriveli fajta, ez egy angol fajta. Németországban van a törzsállomány, mi onnan kapjuk a napos állatokat, mint elmondtam, ivarilag elkülönítve. A libák esetében viszont fehér libát keltettünk, annak a fajtája az többféle lehet. A fehér liba az azért fontos, mert ez hústípusú, ellentétben mondjuk a landesi szürkével, amit máj termelésre állítanak be, azzal mi nem foglalkozunk, ezért a fehér libával szezonálisan februártól júniusig dolgozunk, azt követően a fehér libának a szezonja megszűnik, és azok a libák, amiket mi az év első felébe kikeltetünk, azokat Márton napra, illetve karácsonyra kerülnek elsősorban a nyugati fogyasztók asztalára. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora is elnyerte tetszésüket. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!